jönni a televízió dobolyóba, megalázni téged. Hol a gombja? The Bluetooth device is music. Aj, hogy kell lehalkítani a marra? Amit kezdtünk. Én nem mentem most rá a 200-asra, nem akartam annyira kinyírni magam, ugye két hete körül emeltem. A 173-asat raktam, az viszonylag könnyű volt. Imi? Elsőre így fél év után egész jól volt a golyózás. Most kijöttünk egy kicsit kofferezni. Nagyon jó idő van, 20-valahány fokok. Kihozzuk a koffert, és bemutatjuk nektek, új szerzemény. Csak lemosunk a maxit.
hoztuk a koffereket, ezek új szerzemények, egy pár napja hoztuk el őket. Annyit kell róluk tudni, hogy a srác, aki vásárolta, kisebbet kért, de ezeket kapta, és tehát én nem tud vele bemelegíteni, stb. Az alapsúly ennek a koffernek elég nagy, 115 kg, és megkért minket a srác, hogy inkább készítsünk könnyebbet, amit kisebbre tudnak felpakolni, és cseréljük el. Úgyhogy végül is így jutottunk hozzá, csináltunk kisebbet, ami pakolható, könnyebb alapsúlyjal, és elcseréltük. Úgyhogy most már ilyen koffereink is vannak, fém keretbe van beöntve, betonnal, ez be van vasalva, 115 kg darabja, és akkor innen lehet ugye pakolni még. Elférsz a kacsától, vagy arra vigyük? Elfértem. Oh, nehéz. Szorítót nem hoztunk, de csak nem verjük le róla, nem? Nem, eléggé rá tesz szorul. Őrte, ha még rá is szorul. Akkor... 145. 115 az alap, 2T15-ös rajta, 145. Ezzel próbáljuk meg ezt a kört vinni, lerakás nélkül, ez 15 méter. Meglátjuk. Így golyó után fáradtnak érzem nagyon a karomat, kezemet, nagyon tépi. Össze kell kapni magunkat. Imi kezdi, ennél a gyakorlatnál se használ lövet, erősek a törzsizmai, hasfala. Öv nélkül, 2x145, első kísérlet, betörjük ezt a koffert óvatosan. Na gyerünk! Na gyerünk! Nem időre megy! Jó, mászott a boxod, mi? Nyílik. Nem az, itt így. Aha. Itt, ez itt. Csak csúszik a körülbelül. Nem mossuk le? Mert? Muszáj vagyunk lemosni a fogantyúkat. A srácok, akik ugye előzőleg használták, megpróbálták vakszal cipelni. Csúszott a kezükből, és össze van kenve. És ugye már 145 kg csúszik ki a vax, ugye itt kint már olvad. Megtakarítjuk inkább, mint hogy kipattanjon a tenyérből, azt nagy sérülés legyen versenyen ő két héttel. Hogy bírod úgy? Így a nagyját leszedem. Ó, király. Király. Egy kis zsírtalanék dótra. Arrébb megyek, nehogy a zsírtalanék dótra rám fújja azt oda a készülés. Tökéletes lesz. Még egy kis izé kell, majd a... Lehet be is kenhetjük egy kis folyékony izével. Ah, jobb lett. Hová? A fogása. Folyékony magnéziával be kell kenni kicsit. Nyilván nehezíti az is, hogy nincsen rajta rece. Nincsen beírdalva. De hogyha így is megy, akkor legalább majd menni fog a másikkal is. Tökéletes. Már egy kicsit, hogy száhagyom le róla a féktisztító. Visszateszem az eredeti kiinduló helyzetbe, aztán elkezdjük újra megtisztított fogantyúval. Milyen? Jó, nekem kiemelni nehéz, ugye? De maga a cipelés már nekem jó. Aha. Akkor újra. 2x145. 15 méter lenne. Úgyhogy nem tesszük le a túloldalon, hanem kézbe fordulunk. Szépen azaz. Küzdjél vele, nem zár be! Gyerünk, 2 méter! A grips!
megvan? Megvan. Mit szokták mondani? Nem akarok én mivel edzeni? Túl durva? Erre mondod be, hogy muszáj lesz, fiam. Nem akarok az oltóra edzeni, a helye durva! Muszáj lesz, fiam. Nagyon kényelmű, hogy gyere végig. Szorítod. Sima. Ha megy még a végén, fordulj egyet itt is. Ne tedd le, gyere. Fordulj egyet, így van. Még egy poszt, gyere végig. Jó volt. Nehéz. Jó a koffer. Tetszik. Stabilan lehet vele szétszét cipelni. Szépen test mellett mozog, nagyon nem rángat. Jó. Aj, de jó. Nagyon stabil. Na, megvolt a koffer is, bejöttünk szusszanni. Kegyetlen volt, 245-tel így járgálni, főleg golyó után, az rohadtul kimerít. Még pihenünk egy kicsit, átbeszéljük, hogy mik a tervek. Na, lehet még valamit csinálunk. Ezt kitaláltuk így edzés végén utolsó jutalomfalatnak, hogy ezt a kinti hordónkat megpróbáljuk felvenni várra, így egyszer megpróbáljuk, ha megy, nem megy, ez 145 kg, 5-tel kisebb, mint a piros, a benti, amit múlt héten emeltek. Nagyon könnyű, na, húzd be mellhez, még görges fejjel kicsit izényem. Húzod magadhoz! Ilyet. Állj meg vele. Új, de betyárt. Respekt. Egy 3 cent unikum, meg egy pikoló sör. Ja, vagy az nem az az ablak? Hát ennyi lett volna. Émi felvette a hordót, az komoly. 105 kiló testújjal, vagy picit fölötte. Várra vette 145-ös hordót. Nekem már nem maradt erőm. Nem bírtam már ott megdobni, hogy felfordítani. Jó edzés volt, kemény volt, de nagyon jó volt újra. Így együtt nyomni. Jó volt újra. Eszközözni így az OB előtt 3 héttel. 2 hét múlva nekem se lejtező. Tavaly nekem ugye a vírus miatt nem sikerült eljutni 2 állomásra, így nem vagyok benne az OB döntőben, most automatikusan. Úgyhogy nekem 2 hét múlva se lejteznem kell. Émi már döntős, bízom benne, hogy 24-én a selejtezőn én is bejutok, aztán május 1-én Győrből jelentkezünk, közösen vlog, minden lesz. Aztán meglátjuk, hogy mit sikerült télen ősszel fejlődni. No. Robbantunk egyet az OB-n. Iratkozzatok fel. Mi? Mondom, hogy legalábbis ez a terv. Ez a terv.
iratkozzatok fel, osszátok meg, kövessetek be minket YouTube-on, Instán, Facebookon, jövünk a videókkal, kérdezzetek, aztán jelentkezünk. Bátyja.